Szép napot, srácok, itt Orsóvállal, és ez itt újra a The Binding of Isaac Rebirth. És remélem, hogy senkit nem fog meglepni azzal, hogy ma a The Last-tal fogunk menni, normálon természetesen. Na most mi a probléma a Lost-tal? Hát azt hiszem már is látjátok. A legnagyobb probléma a Lost-tal az, hogy nem, nincs életereje. Ez így, még annyira nem is lenne durva, hogyha ott nem kezd, nulla életerővel kezd, hát ez van. De nem, a Lostnak nincs életereje. Egyáltalán semmi, soha, semmilyen körülmények között. Lehetetlen. De jó. Remekül kezdünk. Szóval, egy találat és meghalsz bármikor a játék bármely pontján. Nem vehetsz föl se kékszívet, se feketét, se semmiet, amit szeretnél. És így kéne végigvinni hard módon az összes bosst a Real Platinum Gáthoz. Hát ez nekem elsőre baromi lehetetlennek tűnt, hát ez képtelenség, ez esélytelenség. Hát mindent elvesz a játék. Bloodbankeket elveszi a játék, curse roomokat elveszi a játék, hiszen hiába tudsz repülni kifele, így is üssebed. Ördögüzleteket elveszi a játék, mindent. És akkor elkezd gondolkodni az ember, hogy akkor mi a lótúrót tudna csinálni. Hiszen... azért csak nem teljesen lehetetlen a dolog. És akkor rájön, hogy vannak azért olyan itemek, amik tudnak segíteni, hiszen tényleg nem lehet találat nélkül megnyerni ezt a játékot, legalábbis nekem baromira lehetetlennek tűnik. De például, hogyha mondjuk egy Holy Mantle szerzel, esetleg, vagy esetleg szerzel egy... meghaltunk, oké. Okay. Vagy esetleg szerzel egy olyan pajzsot, mint ami az első sátános, meg a sátán killes videómban láttatok. Vagy esetleg szerzel egy Nine Lives-t, ami az egyik legfontosabb item, hiszen Nine Lives-zal tudsz ördögüzleteket elvinni. És igaz, hogy belehalsz, de megmaradnak természetesen az ördögüzletek attól függetlenül, hogyha meghalsz Nine Lives-zal, hiszen minden itemed megmarad. Szóval vannak olyan eszenciális itemek, amik játszhatóvá teszik a Lost-ot. Éppen ezért vannak legtöbb Rebirth-ös, akinek már megvan a Lost, egész egyszerűen annyit csinál, semmi egyebet, hogyha Lost-ozni szeretne, hogy elmegy az első Curse Room-ig, megnézi, ott van a Nine Lives, vagy az első ördögüzletig, ha nincs ott a Nine Lives, kezdi előről, leszarja. Ez nem rontja ugye a statját, mert hogyha nem halsz meg, nem kapsz halált, hogyha úgy simán újra kezded a kört. És megadod magadnak az esélyt, hogy valami lost, valami jó lostos kört tudsz összerakni. És nagyon sokan ezt csinálják, és ez tulajdonképpen az egyetlen járható út szerintem is. Azért most próbálkozom majd, és hát igazából ezen múlik az egész, hogy mennyi türelmed van próbálkozni az új itemek, vagy az eszenciális itemek megszerzésével. Mit mondom, a Holy Mantle, vagy ez a Shield, vagy esetleg a Infamy, az a maszk az aranyládákból, vagy esetleg ugye a Nine Lives, ami a legfontosabb szerintem a Lost-tal, vagy esetleg egy Halom Orbital is segíthet, az a Fat Protector, meg a Guillotine, meg az ilyesmi. Emellett pedig, hát rengeteg damage természetesen, szóval ezek így még nem is elegek önmagukban. Tehát Lost-ozni baromira nehéz. És igazából már egy anyaszíve kill is nekem hatalmas eredmény lenne szerintem. Oké, kaptunk egy Orbitalt, ez is valami. A védelem a legfontosabb, hiába nem voltam annyira sosem a defenzív itemek híve. Most semmi más nem számít. Vagy annyira nagyon OP leszel, hogy le tudod hozni az összes szobát a játékban, anélkül, hogy igazán leállhatná már öreg. Szóval anélkül, hogy eltaláljanak. Voltam már olyan OP, de hát ahhoz egy halomszor vagy egy csomószor el kellett találniuk. Mögölj már meg, légy szíves. A legnagyobb probléma még az ezek mellett, hogy hogy ugye a damage-e sem olyan jó, hát ez az Isaac alapsebzés tudtommal kezdésnek.
Szóval kellett kihívás a játékba, tessék, itt a Lost. Ezért nem nagyon igyekeztem föloldani. Totálisan szembe megy a játékkal. Életerő meg ilyenek, minek? Ezt a játékot meg lehet anélkül is nyerni. Nos, és ugye a Gutheadhez, ami a legjobb item a játékban, annak a feloldása, az arra van szükség, hogy az összes boss-t megöld a Lost-tal. Ez nagyon jó kezdés már megint. Nem is tudom, melyik volt a jobb, a Monster Manual vagy ez. Hát bemegyek ide és megcsinálom azt, amiről szó van. Hiába veszem föl, meghalnék, hogyha kifele mennék. Hát rontom a statomat, megmutatom, hogy valóban így van. Két ilyen kezdő itemmel, egy értéktelen orbitallal és egy My Best Friend-elem is nincs értelme elkezdeni a kört, hiszen a következő szint bosszon meghaltam volna. Ez a Soul Heart, de jó nekem, meghaltam, elcsesztem. Igen, rontom a statomat rendesen, hát ha eljutunk már a képzig is jó lesz. Tényleg azon múlik az egész, és megértem, hogy miért csinálják azt egyes ájszegesek, hogy mennek, amíg mert elmennek az első ördögszobáig, és ha nincs ott Nine Lies, akkor köszönik szépen, kezdik előről az egészet. Ez az epizód másra nem is arra jó lesz, hogy bemutatom, hogy miért is annyira nehéz ez a karakter, és hogy elcseszem a statomat, ami nem volt olyan borzasztó. Több anyakillem volt, mint halálom, és ennek most már lassan vége. De nem érdekelnek a statok, az achievementek érdekelnek igazából. Meg az érdekes jó körök, hát Lost-tól azt hiszem a legnehezebb összerakni egy érdekes és jó kör. Hiszen nem tudsz eljutni addig, hogy elegendő itemet vegyél föl ehhez. Van Tinted Drag, de nem érdekel különösebben, hiszen a kék szívek sem jelentenek számunkra semmit. Első item room érdekel, és lehet, hogyha nem lesz ott valami értékes, akkor újra is kezdem egyből, hiszen nem szeretnék állandóan a basementen haldokolni sorban. Jó lenne már kicsit majd tovább is jutni. Persze nem hittem, hogy itt egyből elsőre megöljük a Lambet Lost-tal, de itt a Rage az a teljesen értéktelen, mivel nem találhatnak el. Úgyhogy kezdjük egy újat. Hát... nem vagyok elájulva ettől a kezdéstől sem, de legalább nem szó szerint teljesen haszontalan item. Nem igazán kedvem a Thin Odd Mushroom-ot, mert Damage Down. És valahogy nem tudtam megkedvelni a Damage Down-okat, még akkor sem, hogyha alapvetően a DPS-emet növeli. Mert úgysem nagyon húzzuk sokáig. Ezzel a setup-val, úgyhogy... Ops. Úgyhogy nem kell sokáig kibírnom ezt a szar damage-ot, ennyi volt. Mentsére legyen mondva, hogy onnan lőttek, ahonnan nem is láttam, hogy lőnek. Ezért szarok ezek a nagy szobák. Nincs hibázási lehetőség. De jó, Soul Heart. Kár nem ér semmit. Jó, hát ez eddig pocsék. Az első ördögszobáig el kéne majd valahogy jutni. Igazából az lehetséges. De jó, Hierophant. Tehát az egyáltalán nem lehetetlen. Picit kéne odafigyelnem. Igen, ennél jobban. Ja, hát nem lesz a kedvenc karakterem. És nem garantálom, hogy ma túljutunk akár csak a két basementen, de ez egyszer csak sikerülhetne. Temperance teljesen haszontalan, ahogy a fekete szív is, ahogy nagyjából a Tintudrak is, még ha nem is egészen, ahogy Femin is, úgyhogy ez egy újrakezdés lesz. Értem én, hogy kiemeltem, hogy az orbitalok hasznosak, de azért elsőre valamiféle DPS-ápra számít az ember, vagy azt szeretne kapni.
hiszen a korai szinteken nem igazából a dodzsolása nehéz, hanem az, hogy időben megöld az ellenfeleket. Tehát most sokkal többet ér a korai szinteken, ahol ugye megalapozod a losztos körödet, az, hogy kellő DPS-t összeszedjél. Oké. Kicsit alapból önveszélyes a Dr. Fetus, de ez egy jó kezdés, ezt semmiképpen nem fogom újra kezdeni. Nem egy Nine Lives, de egész jó. Ugye az egyetlen pozitívuma Lostnak az, hogy tud repülni alapból. Sőt, találtam még egy pozitívumot, és most mindenkitől tapsvihart kérek. Hiszen Lost immunis a Curse of the Unknown-ra. Amikor nem látod, hogy mennyi életed van. Ennyi damage? Ez ugye nem komoly. Hát ez röhelyes. Na jó, kicsit túlbecsültem ezt a Dr. Fetust. Aha. Persze arra bőven elég egy bomba, hogy engem megöljön. Hát itt könnyen, mert gyorsabban haladnék. Na mindegy is, valahogy megöljük, talán. Lassan fél HP-n. Oh-oh. Nagyjából fél HP-n. Nem sietjük el a dolgot, de ennek én úgy gondolom, hogy mindig a Dr. Fetus egy jó fogás. Oké, health up értéktelen. De legalább látjátok, hogy tényleg az. Super Secret Room sem annyira izgat, hiszen Eternal Heart van ott, azzal semmire nem megyünk. De azért természetesen megpróbálom megkeresni. Milyen vicces. Piros szív. Tehát Lost-tal rengeteg minden össze kell jöjjön, hogy egy jó kört tudj le. És mondom, a 2-3 eszenciális itemből össze kell tudnod szedni. Majd inkább 4-5-ből 2-3-at, úgy mondom. Mint például a Holy Mantle. Vagy egy-két tényleg nagyobb Orbital. Ah, milyen vicces fiú ez a Troll Engine. Hozzám vág egy halom piros szívet. De jó nekünk. Curse of the Lost. Továbbra sem hiszem, hogy a Dr. Fetus pókírtásra találták ki. Azért próbálkozom. Ah, ide is sikerült dodzsolgatnom. Viszlát jó stat. Megjött Lost, hogy elszarja az egészet. Igazából mondom, a rendes hajszakesek azért csinálják azt, hogy első Curse Room. Libra elég szar, de mindegy. Szóval azért csinálják azt, hogy első Curse Room is onnantól kezdve újra kezdik, mert hanem Nine Lives, mert ez valóban nem cseszi el a statot sem már, ha valakit érdekel. Hát mondhatom, hogy a Libra annyira nem borzalmas, de igazából nem sokra megyünk vele sajnos. Próbálkozom nem meghalni, hogyha nem muszáj. Tehát ez konkrétan olyan, mint a fél szíve mennél mindenfelé, és nem tud, és annyi lenne a max, nem tudnám mit csinálni. És ez egy karakter. Secret karakter, meg mit tudom én, meg nem kötelező vele játszani, de kell a Platinumgáthoz, tehát innentől kezdve muszáj vele mégiscsak néha napján elővenni. Főleg így a korai szakaszban. Hát egy 3 consumables kaptunk, mert nem hiszem, hogy volt-e valaha 10 kulcsom.
Rebirth-ben a játék ezen szakaszára, de örülök neki, nem arról van szó, csak ezeket nem fogom tudni elhasználni, mert addig nem élek egész egyszerűen. És hogy nincs most sem curse-öm, az is kár. Igazából csak tényleg azon múlik, hogy meg tudod-e szerezni a Nine Lives-t időben. Azért nem a Holy Mantle-lel jövök, bár az is jelentheti azt, hogy elég sokáig el tudsz jutni Lost-tal. De azért nem a Holy Mantle-lel jöttem, mert az sokkal ritkább, mint a Nine Lives, hiszen a Nine Lives sima mezei piros ládákban is előfordul. Amit még mindenképpen ki akarok emelni, az az, hogy szídekkel nem lehet achievementeket szerezni. Ugye Lost pont a kivétel ez alól, hiszen három részét is a megszerzésének meg lehet szíddel csinálni. De szídekkel nem lehet achievementeket szerezni. Tehát nem lehet olyat, hogy keresel egy neten egy szídet, ahol... még több kulcs, de jó. Szóval keresel neten egy szídet, ahol... Nine Lives van az első szobában, vagy a első Curse Roomban, hiszen azért nem fogsz achievementet kapni. Hiába lőd meg a lembet, nem fog megkapni azt az achievementet, hogy öld meg Lost-tal a lembet, stb. Tehát egyedi, individuális körökkel kell teljesíteni a játékot, hogy ha Lost-tal játszol. És ez az igazán nehéz. És ugye, hogy még vissza fogjuk sírni Eve-et, én mondtam, hogy az Eve az gyenge kezdő a másik karakterhez képest. Tehát Eve a kezdő szint, Lost pedig az impossible. Nagyjából. És tényleg visszasírjuk Eve-et, még akkor is, hogyha én a DPS-t jobban szeretem, mint az életerőt, ahogy ezt sokszor kiemeltem, de azért ez mégiscsak túlzás. Ó, de jó. Azt hiszem, kezdjük újra. Két item roomon már kell valami nagyon jó, hogy Lost-tal legyen esélyed. És én csak rontanám most atomat továbbra is. Most eljutottunk volna az első ördög szobáig, lehet, hogy jó ötlet lett volna, de még a Nihilizer-ra sem megyünk semmire, hogyha... nem kapsz időben jó itemet, ez instant újrakezdés. Deadbird-del nem foglalkozunk. Ja, ennyire azért nem sírtam vissza Eve-et. Hogy kapjak egy Deadbird-et. Következő item room meg Horror Babylon, mi? Na persze. Hát itt mi meg fogunk halni valószínűleg, de ha nem, akkor örülünk. Felesleges itt még feladni, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik lesz az a nagy, nagyon nagy kör, amikor végre valamit sikerül Lost-tal csinálni. Én nagyon... nagyon nagy türelmetlenséggel beszélek erről az egész Lost-ról, pedig még csak fél órája vagy 20 perce próbálkozom. Mi van azzal, végignéztem egy streamet, aki... valami 18-szor kezdett el egy kör csak azért, hogy megkapja a Nine Lives-t. Lost-tal, és utána viszont megölte a lembet. Hard módon ráadásul. Mondjuk igazság szerint Lost-tal nem nagy különbség van. Hard mode és sima között, bár ez elég furán hangzik, de igazából itt az egészen a lényeg az van, hogy ne találjanak el. És hogyha ez megy normál, akkor menni fog hardon is. Én így gondolom. Persze lehet, hogy tévedek. Mindenképpen jó gyakorlásnak ez kétség sem fér, hogy begyakorolt főleg a korai szinteket, a korai szintek ellenfeleit. Ez instant újrakezdés. Valaki az első Curse Roomnál hagyja abba, én az első Item Roomnál, hogyha az nem elég jó. Oké. Ez egy fokkal tűretőbb, ez pont az egyik olyan item, amit kiemeltem, hogy sokat tud segíteni. Ugye tulajdonképpen ez egy nagy orbital. De mondjuk Eve-vel láttuk, hogy ez sem mindig ment meg, hiszen Fat Protectorral együtt kaptam meg ezt az orbitalt nemrég. Eve-vel, és mégis meghaltam a ládában. De jó, Soul Heart. De ez mindenképpen egy jó kezdés. Vitathatatlanul.
Nem tudom, a guillotine az damage up is? Kicsit nagyobbak lennek a könnyeim, de lehet, hogy csak én flash-ölem be. Vagy én szeretném, hogy a guillotine még jobb legyen, mint amennyire jó. De ez mindenképpen egy felettébb jó kezdés. Arra a ládákat is gyakran kell nyitogatni, hiszen az infamy nem olyan ritka. Jó, nem mindennapos, de az is egy eszenciális item lehet. Ez 10 plusz shot speed up. Shot speed up részének természetesen nem örülök, de muszáj volt felvinnem. A tears up miatt, és azért DPS up valamilyen szinten. Egy kulcsunk is van, nagyszerű. Nem, macska most nem jössz ide. Oké. Okay. Elnézést csak. Kénytelen vagyok úgy felvenni az epizódot, hogy a macskám is itt van a szobában. Hát túl jó ez a guillotine ahhoz, hogy csak úgy eldobjam egy curse roomban. Hiszen csak a Nine Lies, az az egyetlen egy item, ami meg tud menteni a curse roomból kifele jövet. Hiába van ott fekete szív vagy bármi. Meg ugye a Holy Mantle ugyanezt a cél szolgálja, ingyen curse room. Tehát a Lost-tal effektíve curse room. Hiszen ennek vele csak úgy tudsz curse roomozni, hogyha van Holy Mantle-od vagy Nine Lies-od. Ugye a Nine Lies sem csinál semmit, tehát nem lesz 9 egész szíved tőle. Ez baj. A sebességünk az egyik legfontosabb dolog abból a szempontból, hogy gyorsan tudunk dodge-olni. De talán nem halálos. Megint random soul heart, be jó. Más karakterrel ez öröm lenne, de semmit nem ér jelen helyzetben. Na most még egy jó item és van keresnivalónk. Ez nem tudom mit csinál, de szerintem nem elég jó nekünk. Valahogy túléljük a boss-t. És akkor megnézzük az ördög szobát. Harry Junior nem kifejezetten nehéz. Bár az orbitalunk nyilván nem segít semmit. Oké, már csak egy fél van. Valamilyen csoda folytájt megkapjuk a Nine Lies-t az ördögtől, akkor ez egy jó esély. Egy rendkívül jó esély, hiszen megvan egy jó nagy orbital, amit szerettem volna. És a Nine Lies pedig nagyszerű lenne. Ez semmit nem ér a health-tap, ugye tudjuk. Sajnálatos módon. A Krampus meghaltunk. Kár, egyszer még eljutok addig az átkozok ördög szobáig, hát nem krampusztad? Még akkor is, hogyha talán jó lett volna megölni, és talán, hogyha jobban odafigyek, meg is ölhettem volna, csak annyira csalódott voltam. Még a három piros ládás ördög szobának is jobban örültem volna. Na mindegy, ez egy jó kezdés volt. Ígéretes minden esetre. Megint első item roomig megyek. De meglátom, hogy szükségem van-e, amit ott van, hiszen Lost-tal nem engedheted meg magadnak, hogy szar itemet kapjál. Ez olyan luxus, ami nem fér bele. Vagy meghalok itt az első szobában, az is lehet. Mondom, egy dologra tényleg jó. Basementes ellenfelek 100%-ban történő begyakorlására. Oda-vissza fogod vágni az összeset, már a 26. Lost kezdés után. Az aranyládát mindenképp ki szeretném nyitni, hát a pont infamy van bent. Hiszen ezt a legegyszerűbb megszerezni az ilyen itemek közül, mert ha a Holy Mantle meg az a pajzs, azok item angyalszobában vannak csak. Vagy esetleg nagyon ritkán Mom's Trap Roomba is előfordulhat a Holy Mantle, már onnan is kaptam meg. De nem igazán gyakori. Vagy éppen Curse Roomból, de oda nem tudunk bemenni. Túléljük ezt a szobát? Nem mondom, hogy maga lenne a csoda, de azért többször is halál közeli élményem volt. Például most is egy másodpercre. Meg most is. Na, azért valahogy meglett.
Vagy nem ár még egy? Utána Sellert. Ezentől azt mondom, csinálj, ha Seller van, akkor is instant újra kezdem. Nem, azért nem. Hiszen ahogy mondtam, nem tudhatod, hogy melyik kör lesz az, amikor végre... végre összejöhet az állított dolog a Lost-tal. Például a Guillotine kezdő item, mint az előbb. Az a kezdés volt csak. Csak nem sikerült élni vele a kibaszott Krampus miatt. Tényleg bosszantó, mert ha ott van egy Nihilize, akkor már haladnánk elég szépen. És... meghaltunk. És mindenki boldog lenne. És én is végre eljutnék a képzig legalább egyszer. Hát egy basement bolt azért csak kéne teljesíteni azzal, hogy nem sérülök meg az első két szinten. És igazából tényleg csak odafigyelés kérdése. Az ember, amikor csalódott, akkor csinál olyanokat, amit nem kéne. Nekapnak örülök, mert nem tudom, betripül a lehetséges egyáltalán. Azt tudom, hogy a szivárvány szart sem ér. Stílszerűen fogalmazva. A francba sejtettem. Rossz irányba dodzsoltam, és kiestem a ritmusból, onnantól kezdve esélyem nem volt. Na, itt meg mi történt? Még a hülye feliratot néztem. Egész tűrhető. Első item. Hogy kiemeltem, a korai szinteken kellenek a DPS-ok. De csak miután legalább egy ilyen guillotine-szerű itemed már megvan. Tehát úgy nagyjából egy jó, egy nagyon jó védelmi item és egy nagyon jó támadó item kéne. Talán a Blood of the Martyr beletartozik a nagyon jó támadó itemek közé. Ezért vagyok egy kicsit bizakodó most. Persze ugye az alap damage szorzója Lostnak elég pici. Ezáltal annyi DPS upot nem ad a Blood of the Martyr, mint például Judással adna. Nem is beszélve arról, hogy a Blood of the Martyr Book of Belial elhasználva másfélszeres damage szorzó. Tehát három szobánként nem csak hogy bónusz damage-et ad a Blood of the Martyr, hanem még egy Magic Mushroom szintű damage szorzót is. Vagy Cricket-et ugyanezt adja amúgy. És nem is stackelnek össze, hogy ezt már egyszer kiemeltem. Oké. Nézzük a bossunkat. Duke of Lies. Jó, nem Haunt. Azon meghaltunk volna. És nem Femin, ami nem lett volna túl jó. Persze, ha health upot kapunk ettől az átkozott Duke of Lies-től, akkor problémákban majd ütközünk. Leginkább abban, hogy meghalunk a következő szinte valamelyikén. Speed up. Ahogy mondtam, az nem érdektelen számunkra. Hiszen mivel tudunk repülni, ezért a sebességünkkel jobban tudunk dodge-olni, és én szerintem megyek is a következő szintre, felesleges kockáztatni. Első ördögszobába be kéne jutni, és kész. Ugye a Lost-tal felesleges arról beszélni, hogy van első ördögszobára, vagy nincs, vagy piros szívsérülés, vagy ilyesmi. Hiszen ezek nem játszanak Lost-nál fontos szerepet, sőt semmilyen szerepet nem játszanak. Ha egyszer eltalálnak, akkor kész, és ennyi. Nincs második hibázási lehetőség. Csak hogyha Holy Mantle-ed van, vagy ilyesmi. Persze biztos vannak ilyen nagyon OP ázsiai játékosok, vagy köztetek is valami nagyon tehetséges Isaac-es, aki találat nélkül végviszi az egész játékot. Nem kell neki Nine Lies meg ilyenek. Csak simán letolja Lost-tól az egészet az elejétől a végéig. Blood of the Martyr Magic Mushroom kezdés. Micsoda remek kör lehetne ez egy másik karakterrel. De ez nem egy másik karakter, ez az elveszett karakter, ami úgy pocsék, ahogy van. Most valahogy... jó, egy pici speed down-t elviselünk. Szóval most valahogy bejutnánk az ördökhöz. Most valahogy megszereznénk a Nine Lives-t. Akkor ez egy pazar kör lehetne. Látjátok, ennyi múlik a Lost. Igazából nem lehetetlen, de tényleg nagyon sok mindenek össze kell jönnie. Tehát azért Blood of the Martyr, Magic Mushroom két első item nem minden nap jön össze az embereknek. Nekem se.
Mondom, ez mondjuk egy Icekör lenne, akkor már... Ó, miért pont te? Koncentrálok, emberek, sajnálom a gyér kommentárt. Még egyszer. Oké. Rendben, meghalt a Dingle. Pentagram óriásian jó pofogás. Nine Lies, gyerünk! Pókok, nehogy megöljetek. Hát én most kockázhatnék, hogy bemegyek a Curse Roomba, de... Túl jól alakul ez a kör. Tényleg csak egy Nine Lives amúlt, hogy itt ez egy jó kör legyen. Mert ez így, hát... Következő szinten nem nagyon kapunk ördögszobát, és az azután így el kéne jutni találat nélkül. Max, hogyha kapunk egy infümit így a két szoba után. Stigmata. Ah, milyen kör lehetne. És gondoljátok végig. Blood of the Martyr, Stigmata, Magic Mushroom és Pentagram. Ez volt a, ezek az eddigi itemeink. Nem is emlékszem, mit kaptunk az első bossból, de nem is számít. Ja, azt a health tapot, ami nem számít. Akkor tényleg nem számít. Tényleg az egyik legjobb köröm lehetne Isaac-ben, hogyha nem a Lost-tal kezdtem volna el. Troll Engine most jó fejkedik, de... Sajnos nem tűnik fel neki, hogy Lost-tal mi ezzel nem megyünk sokra. Vagy csak direkt szivat. Hát azért próbálkozom nem meghalni. De ha mégis akkor, hát így jártunk. Ez már túl sok offenzív item. Lost-tal a defenzív részére is jobban oda kell figyelni. Ez például Eve-vel egy tökéletes kör lenne. Kívánhatni sem lehetne jobbat. Holy Mantle esetleg? Nincs. Uh-oh. És ez a legnagyobb gond. Hiszen panaszkodom az egyik legmázlisabb körömön, amit effekteket jelent, vagy a damage-et jelent. És kétel vagyok panaszkodni, hiszen... Tényleg... Ezzel nem sokra megyünk. Tehát, hogy a Blue Baby-vel elmondtam azt, hogy a legfontosabb az az, hogy... Szerez valamit, ami... ami tölti vissza a kék szívédet, akkor ez hatványozottan igaz a Lost-ra, ami engedi, hogy eltaláljanak párszor, mint a Holy Mantle, a pajzs vagy a... Ó! Oh. Ó, oh. Jó ég! Szóval a Holy Mantle, a pajzs, vagy az Infamy, vagy a Nine Lies. Most kapunk ördögszobát és Nine Lies-t, akkor ez a... ez lehet a kör. De nem. Csak egy sima health tap, amivel nem megyünk sokra. Mondjuk Curse of Blind-ba mi a szart kezdtem volna az ördögnél. Hiszen ha nem látom, hogy melyik a Nine Lies, akkor megint Curse of the Blind, ne idegesíts már. Mikor kapok is ördögszobát, és amíg ott is van Nine Lies, még el is kéne találnom, hogy melyik az a kettőből, hogyha mondjuk két üzlet is van. Hát ezt ki a fene találta ki? Hát ez teljesen esélytelen, hát ezt hogy gondolták? Áh, itt meg fogunk halni. Hát most nem, most gondoljatok bele. Ott az ördög és ott van két kérdőjel. Mondjuk azt tudom, hogy esetleg egy szívért adja a Nine Lies-t. Tehát a két szíveset nem veszem föl. És hogyha az az egy szíves nem a Nine Lies, akkor öngyilkos leszek. Viszont nem hagyhatom ott, hiszen az akkor a... legnagyobb lehetőség kapujában állnék vele. Ó, miért a hangtal kell itt küzdeni, nem is tudtam. Akkor valószínűleg nem vállalom be. És ez megint Curse of the Blind, tehát ha esetleg valamilyen hihetetlen csoda folytán túléljük ezt a fightot, meg ezt a bosst, ami nem történt meg, akkor sem mentem volna vele semmire. Ennyire akartam kiukadni. Instant restart.
Jó, nem fogom én ezt már sokáig húzni. Eljutottam képzig legalább. És ez az egyetlen egy pozitív, amit el tudok mondani erről a Lost Contentről egyelőre. Hát ezzel mi meg fog gyűlni a bajunk minden esetre. Be fog menni a Curse Room, nem érdekel. Az se, hogy mi az első item. Azt fogom csinálni, amit mindenki más csinál Lost-tal, és az egyetlen járható utat. Hiába egy technology. Hiába szeretném, nagyon egy jó technology körbe még egy se volt. Sima technology meg pláne technology 2-t is csak kb. Egyszer kaptam meg, bemegyek a Curse Room-ba. És meghalnék, de nem várom meg, mert csak rontom a statomat, és kezdem újra. Ne aggódjatok, srácok, én ezt mondom, vagy 40 percig néztem az egyik csávónál. Vagy még tovább. Hogy ezt csinálja. De megérte neki, hiszen mondom, végül is megölte a lembet. Összeszedte a Nihilize-t. Utána elutasította az ördögüzleteket, pedig elfogadhatta volna, de ennek ellenére is elutasította. Legalábbis az első kettőt. Utána szedett egy Holy Mantle-t az angyalszobából. Utána pedig még összeszedett egy Abandont az ördögtől. Egy Nihilize-zal nem kifejezetten bonyolult. Meg ilyesmi, és aztán simán megölte a lembet. Meg még egy anyakését is szedett valahonnan, azt hiszem azt item roomból. Ez az egyetlen járható út, srácok. Hiába napolod el a biztos halált, ezzel semmire nem mész. Ezt nektek is javaslom, hogy oké, hát ez az első item nem olyan, amilyen. Ez bármelyik másik karakternél működhet. Majd összejön később, majd összejön a következő bossból, vagy a következő szint ördög szobájából, de nem. Lost-tal nem fogsz eljutni még két szintig, hogyha nem szerzel valami nagyon jót. Például a Guillotine mondjuk az volt, csak azt a követ masszívan elszúrtam. Meg kellett volna ölnöm a Krampuszt és valahogy még kiúzni két szintet, és látjátok, ez már mennyire lehetetlennek hangzik. Nekem legalábbis. De jó. Szerintem ezt újra is kezdem. Extravision Squeezy nem rossz item, sőt alapból az egyik legjobb kezdés lenne, hiszen a legkorábbi szintől az összes Secret Room, és Soul Heart-tuk a második szintre. Minden, amire vágyhatsz, plusz egy Tear Zap, tehát DPS-e. Tehát a legjobb kezdés dobtam el magam több, csak azért, mert a szaros Lost-tal játszom. Ez az egyik legjobb kezdés. Másodjára, mert az előző körben meg teljesen más szempontból, de szintén az egyik legjobb kezdést kaptam meg, Blood of the Martyr plusz Magic Mushroom, hogyha a két első item roomot tekintjük. Plusz pentagram az az utáni bossból. Tehát Lost-ban Lost-tal átértékelődnek a dolgok. Teljes mértékben. Jó, még megnézem, van-e Curse Room, meg esetleg megölöm a boss-t. Aztán azt hiszem kezdjük újra ezt is. Maximum egy órát fogok én itt ezzel elhúzni, hiszen én is megunom az életemet előbb-utóbb, hogyha csak ezt kéne néznem. És ne, számomra sem szórakoztató, higgyétek el. De hát Lost-ot szerettetek volna. És előbb-utóbb kénytelen leszek valamit alkotni vele. Ha nem ma, akkor legközelebb. Csak majd lehet, akkor kivágom az elejét. Most biztos, hogy nem. Tehát azért, mint első Lost kör, nektek is látni kell, meg képbe kell lenni, hogy miről is szól ez az egész, és miért annyira szar. Szerintem ennek a körnek amúgy annyi. Nem tudom, van-e olyan item a bossból, ami megváltoztatná a döntésemet, de nézzük meg, ha már erre járunk. Igazából nincs. Tehát még a legjobbak is, mint a pentagram, vagy valami, semmit nem érnek. Vagy Magic Mushroom, talán. Nem, hogy még meglátnám. Talán a Magic Mushroomot kapok, akkor megyek tovább. Még egy szintet, vagy nem tudom, ha esetleg túlélem ezt a boss-t. Itt azért mondjuk nem ártana.
hiszen ez egy monstró. Már évek óta ölöm. Nem mondom, hogy szinte mindig hibátlanul, de elég sokszor, hát ez borzalmasan pocsék, úgyhogy csapó 48 000. Erről szól ez a karakter, srácok, hiába. De mindegy, hiszen mondom, legközebb valószínűleg, hogyha lesz losztos kör, akkor ki fogom vágni az elejét. Maximum a legjobbat felrakom, hogy akkor sem jutok el túl sokáig. Vagy csak cenzúrázok belőle pár értelmetlen kört, ahol már a Seller egyen bedobtam a török között. Nem ezek lesznek a legizgalmasabb körök. Kivétel, ha összejön. De jó lenne ez a szoba is, csak hát szart sem ér már megint. Oké, köszönöm a lehetőséget. Basement esetleg? Nagyon köszönöm. Így hallgatsz rám. Nem akartam hangtal foglalkozni, úgyis eltalált volna legalább egyszer. Mint ahogy a legutóbb is a Boss Challenge Roomban megtette. És igazából csak idő és stat elkúrás lett volna. Úgyhogy ezért döntöttem, úgyhogy inkább ugorjunk neki akkor még egyszer. Egyelőre még bosszolni sem lényeges. Mi mindig egy kicsit kevesebbet farmolok, vagy hogy is mondjam. Tehát az a csáva, akit én néztem, és aki mondom hard módon leütötte Lembet a Lost-tal, tehát ért erre ehhez ahhoz. Semmi más nem csinált, mint hogy végig szalomozott az első szinten. Még boss sem nézett. Van-e curse through? Ha nincs, instant újrakezdés. Ha van, bement, nincs nihilize, instant újrakezdés. Ennyit csinált, mit tudom én, 40 percig, amikor végre talált egyet, és még azt hiszem, még szerencsé is volt, hogy 40 perc alatt talált. Hiszen az még azt jelenti, hogy azért elég hamar összejött neki az első szintes nihilize. Én még azért megnézem az első item roomot is, ha ott tűrhető item van, még tovább megyek. Lehet, hogy ez tényleg csak időhúzás. Na majd, most vagy soha. Hát ez a kör ugye ennyi volt, tudjátok, mert... mégse. Meg tudtam volna menekülni, akartam volna, de nem akarok. Tényleg maximum negyed órát adok még ennek az egész... Ó! Jó, de visszatérek az item room után. Megnézem, hogy... Attól függ, milyen szintű item van itt, ha valami epic, nem tudom micsoda, csodálatos, sosem látott item. Ami nem tudom, hogy egyáltalán van, mondjuk Polyphemus. Akkor nem megyek be a Curse Roomba, akkor nem kockáztatok. De ha valami átlagos vagy az alatti, hát ez... Hát nem átlag alatti, de nem sokkal van fölötte. Éj, majdnem. Már majdnem összejött, srácok. Nem áll. Remek. Jó, legalább jó helyekre rakna. Ja, Istenem. Na jó, srácok, mivel azt hiszem ez az első kvadsatos köröm, ezért kihagyom a curse roomot most. Annak ellenére, hogy nagyon kecsegtető helyen van. És megpróbálok ezzel a szimpla kvadsatból kihozni valamit. Mondjuk az első ördögszobáig eljutni. Ami nem lehetetlen. Főleg, hogyha nem szelört kapunk a következő szintre, akkor szinte biztos, hogy sikerül is. Nem akarok ezzel nagyképű lenni, vagy ilyesmi. Duke of Flies, oké. Okay. Duke of Flies szeressük. Duke of Flies nem túl nehéz. Azért kacsáttal egész tűrhető DPS-ünk van. És a legyeket is elég nagy hatékonyságot tudjuk ölni, ennek nincs sok jelentősége.
irány a következő szint, már csak ezen kell valahogy végig száguldani, aztán reménykedni egy jó ördögszobában. Basement szerencsére. Itt van a hard, de jó nekünk. Kulcsot esetleg, mert azért mondjuk az item room sem ártana, még akkor is, hogyha Nine Lives-t kapunk. Ah, francba elszúrtam masszívan. Ez nem elég jó. Hiába nagyon szeretem, nem elég jó. Úgyhogy most menjünk körszomba, ha van, ha nincs újra kezdjük. Az előzőből valamit jobbat ki lehetett volna hozni, de masszívan elcsesztem, tehát az, az én saram volt. Azt a szintet teljesíteni kellett volna találat nélkül. Tehát az nem azért nem sikerült az, a kvacs, az előző kvacsátos kör, mert losztal vagyok, hanem egyszerűen azért, mert béna. Oké. Mínusz 15-ös win streak. Ez az! Atya Isten. Curse of Darkness, óriási. Ráadásul Cellar. Az még a kisebb baj. A Curse of Darknessnek nem vagyok nagy fanatikusa. Érthető okokból szerintem, ez meg egy rohadt zsákutca. Na most megcsinálom azt, amit páran javasol, illetve azt hiszem két ember javasol. Ilyenkor nyugodtan kirobbantatom magam, azt mehetek a picsába, de hát nincs bombám se, úgyhogy... Teljesen lényegtelen. Jó. Egy item roomot szeretnék látni. Teszem hozzá, sem a Dr. Petus, sem a Magic Mushroom, illetve Blood of the Martyr volt az. Sem a... nem is tudom, kacsát kezdés nem volt elég ahhoz, hogy Lost-tal menjünk bármire is. És bár a kacsátost én szartam el, de azért ez elég sok mindent elárul. Az én zseniális képességeimről is például. Jó, nézzük az első itemet. Nézzük, van-e Curse Room. Kezdjük újra. Hát, ha majd most. Nekem van türelmem, nem véges. Illetve nem végtelen, hanem éppen, hogy véges. És gondolom, ti is így vagytok ezzel. Tényleg most már 10 percet kap és kész. Eternal Heart, de jó nekünk. Health Up, de jó nekünk. Ó, ezt nem kellett volna fölvenni a rohadt speed down miatt. De azért körbenézek, itt hát van valami Black Market. Ott még elég sűrűn előfordulhat a Nine Lives. Nem a legideálisabb, illetve legtradicionálisabb módja lenne a Nine Lives megszerzésének a korai szintek egyikén, de teljesen oké lennék vele. Ha esetleg valóban összejön valahogy. Oh-oh, nem akartam mind a kettőt kiszavarítani. Csak rossz helyen álltam. Úgy takarítsuk el az útból a... Ott is van, oké. Okay. Igazság pillanata. Csak be ne menjek abba a bombás izéba, mert... mérges lennék. Reméljük tényleg itt a Black Market és nem csak egy itemes cucc, de ha egy itemes, akkor adja ide a Nine Lives-t és kész. Bár szerintem ez az item poolból válogat, úgyhogy így nem fogja. Van Black Market, oké. Okay. Van egy halovány esély. No. Nincs. Kár. Nagy kár. És igazából egyik sem olyan, amiért sírnék, hogy itt kell hagynom. Hát...
Nem jött be első szándékból. Kis mázlival, most már Nihilize-zal mennénk, és az első értékelt lost körünk is meg lehetne ezzel. De nem volt mázlink, úgyhogy menjünk inkább tovább, hát a lesz curse room a szinten. Oh-oh. Speed down ez eléggé kellemetlenül érintett. Ezek szerencsére nem túl nehéz szobák részmenten, még a nagyok sem. Néha okoznak kellemetlenséget, illetve meglepetéseket, de igazából teljesen tűrhetőek. Ja. Nincs körszünk, kezdjük előről, hiszen szarul állunk. Sajnálatos módon. Utolsók egyike most már. Igaz, egy órát ígértem, de ezt még én is unom. Szerintem joggal. Bemutatása természetesen szerintem tökéletes. Miért is nehéz a Lost? És miért lesz vele nehéz például bosszrás módszobat szobát teljesíteni? Ez nem elég jó ahhoz, hogy folytassam, hogyha nincs curse room a szinten. Nem rossz, nem arról van szó, meg fán, meg minden, de azért ennél lényegesen többre, hát ennél jobb itemeket is passzoltam ma már el. Shawl. Tudunk-e valamit kezdeni? Például a következő szinten kapunk ördögszobát, az azután is skippeljük a Caves 1-et. És egyben megyünk a Caves 2-re, hiszen akkor nagyobb esélye kapunk megint ördögszobát. Egy ilyesmit el tudok képzelni, de ez nagyon-nagyon spécieset. De jó lett volna egy Infamy. Tehát látjátok, az esély, volt esély többször is, Infamy-re, Nihilize-ra, stb. Ezeknek az esélyeknek be kell jönni. Lost-tal. Majdnem Ghost-ot mondtam. Szerintem itt meghalunk, úgyhogy kezdjük is előre. Nem is tudom, miért jöttem be, hiszen mondtam, hogy nincs körszum, előről kezdjük. Shovel ide vagy oda. Talán, hogyha egy könnyebb boss lett volna, vagy ami gyorsabban megy, akkor... Ó, Bukos Shadows! Na, őt kihagytam a felsorolásból. Ő egy olyan item, ami segíthet, és ilyen persze még a Gamekin, meg a Mind Unicorn, meg az ilyesmi is. Ezeket nem emeltem ki az előbb, hiszen az passzív itemekre fókuszáltam, de spézalsz itemek közül valóban ezek azok, amik jelenthetnek megváltást, vagy jelenthetik a jókör kulcsát vagy zálogát. Tényleg nem emeltem ezeket ki, nem ártott volna, szóval aki már rég feladta és kilépett a francba, az és lemarad egy jó tippről, ami a Lost karakterrel érdemes odafigyelni. Igen. Igen, azt nem tudom, hogy ugyanúgy lehet-e lopni az ördög üzleteket Bukos Shadows-zal, mint régen a Blue Baby-vel. Sőt, igazából tudtommal... Amíg nincs Nihilize-od, addig nem is lehet megvenni az ördögüzleteket, hiszen 3 kék szívért ajánlja föl. Amit nem egészen értek. Tehát akkor Nihilize-val nem is tud lopni az ördögüzleteket. Lehet, hogy rosszul mondom. Hiszen mondom, valami 3 órát néztem azt a csávot, hogy egy lost kört összerakjon, és... Az rémlik, hogy ahogy mondtam, hogy angyalszobákat teljesített, illetve szedett föl onnan a Holy Mantle-t, meg mindent. Azt, hogy ördögszobával vette föl valamit, említettem egy ilyen Abaddon-t, azt hiszem, valami ilyesmi rémlet, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Ezt ne vegyétek készpénznek. Lehet, hogy Lost-tal nem lehet ördögüzleteket kötni, még Nihilize-zal se. Hiszen 3 kék szívér ajánlja föl az üzleteit, és annyit meg nincsen soha. És nem tudom, hogy a Nihilize felvétele után változik-e ez vagy sem. Muszáj nekem Seller 2-t. Curse of Unknown, ez az! Mondtam, hogy immunisak vagyunk a Curse of Unknown-ra. Az ugye az a Curse, hogy nem látod, hogy mennyi HP-d van. De hát... Nekünk ez nem különösebben lényeges.
hiszen mi sose látjuk. Illetve látjuk, mennyi HP-nk van az, ami most el is veszett. Minusz 16-os Mistreak. Köszönöm szépen, Lost. Igazán kurva jó vagy. Ez még megint én csesztem el, nem arról van szó, csak bosszantó. Tehát, amikor véletlen sikerül nem hibáznom, akkor szar itemeket kapok, amikor jó itemeket kapok, akkor nem mindig elhibázom, úgyhogy... Ördögi kör. Valahogy össze kéne passzítani a kettőt. Egyszer jól is játszani, és már mákosnak is lenni, mármint Lost-tal mákosnak, mert... Lost-tal mákosnak lenni az teljesen más kategória, mint egy sima karakter. Tehát sima karakterre, mit tudom én, a... negyedik, ötödik item roomból kapsz egy kaszát, meg egy Magic Mushroomot. Fú, tényleg kurva nagy mák, de tényleg elképesztően nagy mázli. De hát odáig eljutottál, az azért egy hatalmas különbség a Losshoz képest, akivel sose fogsz eljutni a negyedik, ötödik item roomig. Ha csak valami elképesztő dolog nem történik addig. Pyro nem rossz. Sőt, rendkívül jó. Szeretem a Pyrot. Kicsit Tesco-s Dr. Fetus, de legalább a rendes bombai damage-ei jók. Nem, mint a Dr. Fetus-é. Megint egy jó kezdés, valószínűleg megint el fogom szúrni. De lehet, hogy ez 99 bomba sem jelent nekünk semmit. Hiszen eddig is volt mindig bombák, csak sosem használtam, mert nem tudom miért, de azt tudom, hogy... hogy... ugorhatnál néha. Megint nem most ugrik, amikor kéne. Lehet, hogy ezért nem használok bombákat, mert nem tudok. Ilyenkor kéne, amikor így följön, most már rájöttem. Hiszen mozgás közben nehéz kiszámolni, hogy pont akkor robbanjon fel, amikor odaér. És néha meg odaér, akkor meg félre is löki a bombát, tehát... megint egy ördögi kör. Ilyenkor meg nem robban időben, úgyhogy lehet, hogy hagyományos módon kéne megölni. Miután elszartam vagy 10 bombát. Erre is rájöttem. Hiszen hagyományos módon általában simán megölöm. Akár találat nélkül is. Ezért nem árt koncentrálni ennél sem. Hamarosan lejár az egy órás határ, én vagyok a legboldogabb ember a Földön. Nem is fogok losztozni az 50. epizódig szerintem. Egy mosok szar. Nem feltétlen az a karakter, amivel élvezetes a játék. Vax jó lehet, hogyha jó trinketet ad. Ez borzasztóan van értéktelen egy trinket, hiszen találatonként visszarak az előző szobába, hogyha fél piros szívem vagy, vagy az alatt, de hát minket ugye nem lehet eltalálni, hiszen meghalunk. Alapból is borzasztó trinket lenne. Jó, hát ezt... jó, adok egy esélyt. Ennek a körnek. Ugye nem volt Curse Room. Nem túl borzasztó első item. És egy elég rossz boss item, tehát igazából ez a kör sem sokkal jobb, mint akármelyik másik, amit már újra kezdtem. Tehát most, ha úgyis már úgyis az utolsó kör, szerintem, vagy max még egyet kezdek, akkor miért adnám föl megint egy perc után. Adjunk neki egy esélyt, hátha. Hátha majd pont most, egy Infamit nyitottam volna. Például mindjárt megváltozott volna az egész játék képe. Nem gyökeresen, de azért jelentősen. Hiszen az Infamy azért nem 100%-os damage reduct, tehát onnantól kezdve is a Troll Engine-re, illetve a random szám generátorra vagy utalva. De azért jelentős segítség lenne. Ez azt hiszem nem férhet kétség. Banyek az a rohadt bombás szikla. Oké, egy utolsó. Jó, jó item. Egy kedvenc itemem volt ez is a rendes Isaac-ben. Ezért adok egy esélyt ennek a körnek is. Már elég pocsékú kezdődik, mert egyrészt ki nem állhatom a Cellar-t, másrészt meg nem biztos, hogy lesz Curse Room, hiszen van már Sacrifice Room a szinten, ergo
legtöbbször csak az egyik van a adott szinten, tehát minden bizony az Curse már nem lesz. Próbom most kifejezetten jól jött, oké. Okay. Nem olyan borzasztó eddig ez a kör. Small Rack plusz Mount Contact, de ezzel pont megint az a baj, hogy több másik karakterrel ez egy remek kör kezdete lehetne. Dark Lost-tal a kör kezdete gyakran szinte megegyezik a kör végével. Elsikezted a meccset, aztán már vége. Ezt ma is gyakran tapasztaltuk, hogy ez azért nem levegőbe beszélés, ez így van. Tényleg minden azon múlik, hogy tudsz-e jó... Ó, te jó Isten, de jó megint ez a kör. Tehát megint minden azon múlik, hogy tudsz-e jó korán Nine Lives szerezni. Vagy mondanám, hogy Holy Mantle, de mondom, az sokkal ritkább. Ugye nem a boss fölöttségen van a Cyclotron, hiszen alulról nem lehet oda robbantani. Tehát csak itt lehetett. Legalább megtérült a befektetett bomba. Jó, valahogy el kéne verekedni magunkat az első ördögig. Nem tudom ezt miért robbantok föl, hiszen a Small Rack már megvan belőle. Maxim kulcsért, de hát van egy kulcsunk is. Tehát valahogy el kéne verekedni magunkat az első ördögig és rájönni, hogy legalább meg lehet venni a Nine Lives-t. Ha esetleg az van. Sőt, lehet, az is lehet, hogy bármilyen üzletet el fog fogadni. Csak azért, hogy ezt kiderítsem, hiszen ez egy fontos mozzanat. Megéri egyáltalán küzdeni. Mondom, a csávó az első körszumból kapta meg, amikor én néztem, tehát abból nem derült ki. És arra meg nem emlékszem, utána vette ördögüzletet. Hiszen mondom már, én is szinte bealudtam, csodáltam az ő türelmét, hogy ő még ébren van. Hát most egy picit átérzem, még akkor is, hogyha harmadannyinál járok, mint amennyit ő ölt ebbe az egészbe. És ez még csak lamp kill. Tehát ezt legalább kétszer meg kell csinálni, másodjára ugye a Blue Babyhez. Mert ugye mind a kettőnél jár achievement is. És mind a kettőt meg kell ölni a Platinum Guardhoz, vagy a True Platinum Guardhoz. Arról nem is beszélve, hogyha egyik kör alatt sem jön össze a bossrás mód, nem mondjuk nem értél el 20 perc alatt anyáig, akkor... Ó, ez jó. Nagyon szeretem. Szóval, ha nem értél el 20 perc alatt anyáig... Baszdmeg, micsoda kör lehetne. Szóval nem értél el 20 perc alatt anyáig, vagy nem ölted meg 20 perc alatt anyát, akkor utána még kell egy olyan kör is, ahol megcsináld a bossrás módot Lost-tal, ami ugye szintén kell a Platinum Guardhoz. És ami baromi nehéz, hiszen hiába van egy halomb szív mindenfelé, nem tudod fölvenni egyiket sem, ugyanúgy. Tehát az összes boss-t le kell... Jó, még egyet adok, mert a rohadt életbe ez... Instant újra kezd, és MV-vel nem cseszekszünk. Ez az utolsó. Kaphatnék basementet, köszönöm. Curse of the Blind. Wafer, totál értéktelen. Na jó, még egyet. Még egy ilyet, amiben van valami lehetőség. Az előző az egész jó lett volna, és az ördög égeket volna jutnom, de hát megint elcsesztem. Ez nem elég jó. Ennél sokkal jobb itemekkel haltam meg az előbb Basement 2-n, tehát érezzük a problémát, remélem. Persze ez a saját hülyeségem, két Basementet nulla itemmel teljesíteni kéne találat nélkül, csak még valószínűleg nem vagyok eléggé tapasztalt Rebirth játékos, majd egy 100 epizóddal később beszélünk, srácok. Oké, jó helyen van a Curse Room és az Item Room, már csak ezt a rohadékot kéne valahogy megölni, anélkül, hogy megöljön. Oké, hát van 6 bombánk. Nézzük meg, mi van itt. Ez nem elég jó. És mi meg meghaltunk, van egy olyan érzésem. Na jó, még egy utolsót a rohadt életben most már. Most ugye biztos, hogy meghaltunk, nem tudok kijönni a Curse Room-ba, annélkül, hogy meghalnék, úgyhogy valakiben felöltött a kérdés, hogy miért kezdem előről.
Oké, ez jó kezdés. Nem megyünk Curse-umba. Ez ebbennél sokkal jobban ártunk, az igaz. Meg már... Azelőtt meg még jobban, amikor másodikból meg Magic Mushroom-ot kaptam, ez ugyanez úgy a Blood of the Martyr után. Tehát ennél már álltunk jobban, és úgyis meghaltam, tehát nem jelent semmit ez a Blood of the Martyr kezdés, de... Megalapozhat egy jó kört, és megint túl optimista vagyok szerintem, de... Most már valamit kéne azért lassan. Oké, mondom, ez semmi. Egy óra próbálkozás losztal, ez amatőr. Majd olyan 6-8 után beszélünk, ha még akkor sem sikerült semmit csinálni. Az már valószínűleg az én hibám lesz akkor, tehát 6-8 óra alatt. Nem lehet annyira pekhesnek lenni, hogy 6-8 óra alatt ne kapjál egy rohadt 9 lives-t az első két szinten. Nagyon mázisnak kell lenni ahhoz, hogy megkap, de annyira nem lehet pekhes, hogy... Hiszen az első két szint az, mit tudom, maximum 5 perc, vagy nagyon maximum 8. Nagyon számoljunk 6-tal. Azt jelenti, hogy 10-szer tudod egy óra alatt. Nem tudom, most 10-szer próbálkoztam. Oké, fogjuk, hogy 10-szer próbálkoztam. Az 8 óra alatt 80 próba. Abból egyszer se kapsz. 9 lives-t, az elég durva. Curse of the Blind. Azt hiszem kezdhetjük előről. Megnézem, mi az item room. Aztán tényleg most már egy utolsót. Ahol nem kapok sellert. Nem kapok kibaszott curse-öket. És kapok egy rohadt 9 lives-t. Curse of the Blind az hazavágta az egész kört, ugye tudjuk, már ecseteltem korábban. Aki azóta elaludt, annak attól elnézést kérek. Én is ilyen éber álomban vagyok jelenleg. Hát nem a legérdekfeszítőbb játék. Lost a játék. Ó, basszus, nincsen kulcsom se. Ó, most van Sacrifice Room és Curse Room is a szinten, úgyhogy az előző eszmekuttatásom egyből megcáfolásra került. Vagy megcáfolódott szép magyarsággal. Ott a pók. Csoda, hogy nem haltam bele. Hát ha nem kapunk kulcsot, akkor az ördög... vagy a... Hagyjuk az egészet a francba. Nem. Nem celerözök. Szóval, ha nem kaptam volna kulcsot az... a boss szobáig, akkor valószínűleg újra kezdtem volna. Azt hiszem, mondhatom, hogy ez egy egész jó kezdés. Na, most hasonló, ez már valóban az utolsó. Ha meghallok a második szobában innentől számítva, akkor is az utolsó, úgyhogy lehet, hogy el is kezdtetek búcsúzkodni. Ez tehát a Lost, nem tudom, hogy... Biztos sikerült érzékeltetnem annak, aki nem aludt bele ebbe az epizódba, hogy mennyire szar. És azért valószínűleg a hangsúlyomból is kiderült, hogy mennyire fölkúrta az agyamat ez a rész. Egész egyszerűen pocsék ez a karakter. Értem én, hogy kihívást akartak rakni a játékba, de azért mindennek van határa szerintem. Ez egy kicsit túlzásnak érzem azért. Na jó. Nem akartam, hogy ilyen borzalmas vége legyen, de már annyira... Az agyam annyira le van szívódva, hogy ilyeneket csinálok, úgyhogy lehet, hogy lassan be kéne fejezni valami mínusz 25-ös V-streaknél. És menni egy normális hatyúdással és visszahúzni plusz 1-re. Vagy innentől kezdve mindig plusz 1-et, tehát 15-ször kell nyelnem, hogy visszanullázódja. Elég szar lenne. Köszönöm, nem kell Deadbird. Ennyi lesz, srácok, nem bírom tovább, ez egy hatalmas trágyadom. Ez tehát a Lost. Mindenkinek jó szórakozást hozzá a saját ice-eketekben. Majd írjátok meg, hogy nektek hogy sikerült. Ha jobban, akkor gratulálok. Legközelebb találkozunk.